A felsőzsolcai felekezetek hívei minden év januárjában aktívan kapcsolódnak be az ökumenikus imahét ima alkalmaiba. Idén az apostolok cselekedeteiből választott sorok határozzák meg a Krisztus hívők egységét is jelképező hetet. Az idei imahét forrás anyagát különböző máltai felekezetek állították össze. E kis sziget kereszténységének története az apostoli időkig nyúlik vissza. A hagyomány szerint Szent Pál, a pogányok apostola, Krisztus után 60-ban ért Málta partjaira. E mozgalmas és gondviselés és a gondviselés oltalma alatt zajló történet elbeszélését az apostolok cselekedetei utolsó két fejezetében olvashatjuk. Ez az ige jelzi a kereszténység kezdetét Máltán. Ez a kis ország Málta és Gozó két lakott szigetét, illetve több kisebb szigetet foglal magában a földközi tenger közepén. Félúton Szicília déli csücske és Észak-Afrika között. E bibliai föld civilizáció, kultúrák és vallások útkereszteződésénél helyezkedik el. Imánk és elmélkedésünk a mai napon és az idei keresztény egységért tartott ökumenikus imahét folyamán arra a vendégszeretetre összpontosít, amelyet a szigetlakók, a hajótörés szenvedők iránt tanúsítottak. Felsőzsolcán a héten még két alkalommal tartanak ökumenikus istentiszteletet. Mert mindannyian vakok vagyunk arra először, hogy életünknek a hiányosságait, meg életünknek a hibáit úgymond felfedezzük. A 2020 évi ökumenikus imahét alkalmaira szeretettel hívják városunk felekezeteinek tagjait, a Krisztusban való egységük megélésére lelki vezetőink. Az imahéthez kapcsolódó központi imafüzet letölthető a Zsolca TV weboldaláról is.